Jó estét kívánok! Ez egy olyan műsor lesz, ahol a vállalkozókat, a vállalkozni akarókat, és akik már vállalkoznak, hasznos tanácsokkal fogjuk ellátni. Most hívtam egy vendéget is erre az alkalomra, Palotás János urat, akit szeretnék bemutatni. Jó estét kívánok én is mindenkinek! Ő fog segíteni nekünk abban, hogy okos, értelmes válaszokat adjunk az önök kérdéseire. Bárki telefonálhat bármilyen kérdéssel. A telefonszámunk az 269-0386. Tehát 269-0386. Az első téma, a mai téma, hogyan legyünk vállalkozók, mit kell egyáltalán egy vállalkozáshoz tudni, hogy én tényleg egy eredményes, hasznos tagja legyek a társadalomnak. Hát talán mindjárt megkérdem Jánost, hogy te hogy lettél vállalkozó? Hát nehéz azért megmondani, ugye ez egy különleges korszak volt, amikor én befejeztem az egyetemet. A nyári szünetekben én vendéglátóiparban máshol éveken keresztül nagyon sokat dolgoztam, játékvezető voltam, edző voltam a sportban. Ez hozzátartozik minden vállalkozóhoz. Edző voltam a sportban, tehát sportoltam, edzősködtem, játékot vezettem, és adtam magamnak a diploma után egy-két-három évet, amikor azt mondtam, hogy akkor most nem teszem ezt, hanem megpróbálom a saját szaktudásomat érvényesíteni, eladni a piacon, ami akkor még így nem is volt igazából, eladni a piacon, és hogyha tudom magam érvényesíteni a szakmai tudásomban is, akkor azt folytatom, mert egyébként én nagyon jól éreztem magam, akár mondjuk a vendéglátás területén is, aztán az élet szerencsés elemeket hozott, mert 80-ban, amikor én végeztem az egyetemet, szinte rögtön azután született az a kormánydöntés, hogy az egyszemélyes kisiparos kiskereskedői vállalkozáson kívül hirtelen kinyitották a kaput, és cégeket lehetett létrehozni. Hát aki emlékszik arra a hősidőkre, GMK-kat, VGMK-kat, polgárjogi társaságot, mert azért azt gondoltam, hogy az egyszemélyes családi vállalkozásnál egy nagyobb jövőképben gondolkodtam. A kérdésem nem is az, hogy akkor mi volt, hanem ha egyáltalán ma mi kell ahhoz, per ma, amikor már nincs ez, mi kell ahhoz, hogy én vállalkozó legyek? Hogy indulnál el, hogyha ma lennél, felejtsd el a múltat, amit csináltál. Ha ma lennél vállalkozó, ma el kell indítani egy vállalkozást, te mit csinálnál? Hogy kezdenél hozzá, mit csinálnál, és hogy indítanád az egészet? Azért kell hozzá először egy önkép. Ez mindig, bármelyik kort nézzük. Igaz? Kicsit nem baj, hogyha reggelente, amikor ha férfiak vagyunk, akkor nem csak borotválkozunk, ha nők, akkor nem csak sminkelünk, hanem egy picit a kép, belenézünk abba a tükörbe, és saját magunkról alkotunk egy képet. Én emlékszem rá, amikor egyetemen, a Szegedi Egyetemen egyébként oktattam, akkor behívtam az orvosi karon, a fogorvosi karon behívta, ott voltak az összes évfolyam meg végzősök, és akkor föltettem a kérdést, hogy tudják-e, hogy mik akarnak lenni. És akkor elmondta, hogy az egyik kutatóorvos, a másik az egy orvoslátogató, a harmadik gyógyszerész, és kérdeztem, hogy miért. Mondta, hát mert a családban mindig gyógyszertár volt, és akkor ő is gyógyszerész akar lenni, és mondom, hogy belenéztek abba a tükörbe. Tehát az első probléma mindig az, igen, hogy te mire vagy képes. Így van, belenéztek abba a tükörbe. Ez a legfontosabb. Így van, és akkor, mert ha igen, akkor úgy gondolkodj el rajta, hogy például hogy bírod a monotóniát, az egyhangúságot. Mert hogyha kutatóorvos vagy, akkor hát esetleg 10 évig kutatsz valamit, és 10 év után kiderül, hogy hát nem ez a legjobb, és egy új molekulát kell elővenni a kutatásra, és egy ugyanabban a csapatban dolgozol 6-8-10 emberrel egy folytába. Ha gyógyszerész vagy, akkor ugyanaz a szakmai tudás kell hozzá, de mennyire bírod az embereket? Tehát mennyire tudod azt, hogy hozzád, akik bejönnek a gyógyszertárba, azoknak, hogy azok valószínűleg nem jókedvükbe fognak jönni, betegek, már rengeteget vártak az orvosnál, drága nekik a gyógyszer, tehát nem biztos, hogy akkor kell az angol etikettet, a spanyol etikettet oktatni, hanem akkor lehet, hogy ők nem köszönnek, de te tudsz köszönni, és empátiával tudsz az emberekhez viszonyulni, vagy kevésbé, hogy tudod, ha orvoslátogató akarsz lenni, akkor tényleg benned van ez, hogy állandóan mozogsz? Tehát saját magadat kell először megismerni, ez egy nagyon lényeges elem. Így van. Akkor ebben azért vannak olyan vállalkozói attitűdök, olyan elemek, amelyek szerintem meghatározóak. Tehát van benne születési adottság is. Én állítom, hogy van benne születési adottság is. Ahhoz kell egyfajta képesség, érzék, hogy én észrevegyem, hogy valahol valami úgy ellentmondás van. Tehát körbenézek, és meglátom, hogy ott valami nem stimmel. De nagyon szeretném hozzátenni, hogy kell hozzá egy
nagyon komoly tudás is, különösen akkor, hogyha olyan típus, ha jelentősebb vállalkozásba gondolkodunk, hogy ezt a valamit el tudjam kezdeni kibontani. És akkor kibontom, akkor rájöttem, hogy az benne az ellentmondás, hogy nem ér semmit. Vagy az benne azért akadt meg rajta a szemem, mert ott egy rejtett érték van. És hogy ezekkel a képességekkel például rendelkezem el. Ez egy nagyon fontos elem. Ha rendelkezem, akkor már tanulni elég sok mindent lehet. Tehát azért az élet tanít, tehát nem árt egy iskola, amikor az ember megtudja, hogy a könyvespolcon hova nyúljon, de azért a valóság az, hogy a vállalkozásban elképzelek valamit, és soha nem úgy történik. Ezt én nem is emlékszem szinte. Ez így igaz. Hogy valami oda történik. Például bírom-e ezt a váltást? Tehát, hogy mennyire olyan típus vagyok, én szívesebben veszek egy példát mondjuk az autóvezetésben. Hogyha elém ugrik valaki, akkor az a típus vagyok, aki fejemhez kapok, hogy Jézus Mária, és akkor elütöm. Vagy pedig van-e az az adottságom, hogy belelépek a fékbe, megpróbálom a helyzetet megoldani, vagy kikerülni, vagy elmenni mellette, majd a következő pihenőben megállok, mert engem is elönt utólag a víz, hogy itt majdnem történt egy tragédia, de hogy tudom-e kezelni ezeket a nehéz helyzeteket, ezeket a változó helyzeteket, mert tipikusan a munkavilágában helyesen egyébként olyan adottságaim vannak, hogy azt szeretem jobban, hogy én szeretek dolgozni, jó tudásom is van, de megmondták, hogy mit csináljak, annak vége van, akkor haza szeretnék menni, és a családdal szeretnék koncentrálni, tehát az egész rendszeren belül, vagy pedig az állandóan változó feltételekre tudok-e reagálni. Ez nagyon fontos. Általában az a általános vélemény, hogy hát egyszerű vállalkozás, egyért veszem, kettőre adom, és már gazdag lettem. És ez nem így működik. És az se igaz, hogy csak pénzzel lehet pénzt keresni, mert egy jó vállalkozó, az bizony pénz nélkül is megindíthatja a vállalkozását, és minden tovább nekül sikerül neki. Én legalább 5-ször voltam a padlón, és 5-ször fölkeltem mindig a padlóról. Szóval a vállalkozásnak szerintem, egy vállalkozónak szerintem rettentő szorgalmasnak kell lenni, és élete végéig tanulni kell. Mind a kettő el egyetért. És nagyon érteni kell ahhoz, amit csinál. Én például soha nem adnék el zsömlét, ha nem tudnám sütni a zsömlét. Tehát alapjában kell megtanulni azt, hogy... Ugorjunk arra a vendéglátóiparra vissza, hogy ott dolgoztam nagyon sokszor együtt, úgymond professzionális vendéglátósok, akik ebből éltek egész életükben, én meg nyáron az iskola mellett. Egyszerűen nem értettem, hogy a döntő többségük, nem mindenki természetesen, a döntő többségben a kollégáimnak nem tudta, hogy miből készül az étel. Hát én meg bementem nagyon a konyhára, engem imádtak a szakácsok azért, de nem azért, mert mindent megettem, hanem mert megnéztem, hogy hogy csinálják. Nagyon tehát fontos. Elképzelhetetlen volt számomra, vagy hogy ne tanulja meg 6-8 nyelven azt a 300 szót, amit egy vendég egy étteremben megkérdez. Ugye, hogy ez az étel, amire az van írva, hogy magyaróvári módra, hogy ez mit jelent, hogy ez miből tört. Tehát ha nem értem, és ez a sömlére nagyon mindenre jó példa volt, akkor nem csak arról az, hogy nem tudom jól eladni, hanem én sem tudom, hogy mit árulok. És nem azt mondom, hogy mindenki professzionista, aki vevő, de a józan paraszti észre fel kell tételezni a vevőre, és az érzi, hogy én sem vagyok benne biztos, hogy amit most rá akarom őt beszélni, hogy az jó dolog. Szóval én egy vállalkozó, ha már egy kész vállalkozó, tehát megvan az üzlete, a legfontosabb dolgoknak azt tartom, hogy jobb jogász legyen, mint a jogásza, jobb könyvelő, mint a könyvelője, és jobb szakértő, mint a szakértője. Akkor lesz egy jó vállalkozás, akkor lesz egy jó vállalatvezető. Egy vállalatvezetőnek borzasztó fontos a tudás. Az általános tudás, tehát a jogászi tudás, a könyvelési tudás és a szakértői tudás, mert ha ezt nem tudod, akkor orrodnál fogva vezetnek. Itt most kivételesen, bár a mi életünkben mi nagyon sokszor, vagy nagyon ritkán fordult elő, ami nem tökéletesen értettünk egyet, de én úgy érzem, hogy egy viszonylag jó számviteles vagyok, viszonylag jó jogász vagyok és jó közgazdász. Erről de, de azt imádom, ha az adószakértő telefon... jobb nálam az adóban, ha a könyvelő jobb nálam a könyvelésben. Bocsáss meg, és telefonban éppen. Halló? Halló? Jó estét kívánok az uraknak. Jó estét kívánok. Egy volt járműtechnikus beszél. Igen. És csak annyit szeretnék mondani a Klapka úrnak, hogy gratulálok az egész élettevékenységéhez, példaképpen megtekintem. És mindig azt gondoltam, hogy ha én valaha még dolgozni szeretnék menni, akkor a Klapka úrnál jelentkezni. Nagyon szépen köszönöm. És remélem, hogy alkalmazna is megfelelnék. Hát, ha a tudása olyan, nagyon szívesen.
Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a hívását. Gratulálok mind a kettőjüknek. Köszönöm szépen a hívását. No, hol hagytuk abba? Szóval vállalkozás. Persze, világos. Szóval, és a szorgalom az rettenetesen fontos. Állítom, az élet 80%-a szorgalomból áll. Ha valaki 10 éven keresztül azt nézi, hogy a hangya a szemöldöke milyen, mikroszkópon keresztül, valamit föl fog fedezni. Mi általában belenézünk, azt mondjuk, nincs is szemöldöke, és kész, tovább állunk. Szóval... Hát én szeretek úgy gondolkodni, hogy mi a pozitív része, tudom, hogy te is abszolút ilyen vagy, nálam nagyon magasan van az, hogyha valaki szeret dolgozni. Tehát a lustaság az nagyon mélyen van, de szeretem jobban úgy megfogalmazni. Gyűlölöm a lusta embereket. Szeretem úgy megfogalmazni, hogy a tenni akarást, megcsinálok valamit, ha hozzáállok. Sőt, hát ha úgy tetszik, akkor a vállalkozástanban ezt tanítani is kell. Hogy az ember ne azon gondolkodjon, hogy mi szól ellene, hanem hogyha úgy érzem valamiről, hogy az jó dolog, akkor folyamatosan a megoldást keresem. És ugye egy picit korábban mondtad például, hogy pénz, nem mindig a pénzről szól a dolog. Itt is én emlékszem rá, hogy még fiatalon, de ez ma is igaz, tehát ma is pontosan úgy igaz, hogy az ember azon gondolkodik, ez is egy példa egészében, hogy milyen jó lenne, ha nekem lenne egy benzinkút mellett egy nagy autómosom, ahol ilyen-ilyen kefék porognak, minden, bedobod a pénzt, ember nincs, megy, végig kijön a gyönyörű autó, de hát ez kerül 50-100 millió forintba, és nekem nincs annyi pénzem, pedig ha lenne, milyen jól tudnám csinálni. És azt mondom, hogy azért nem biztos, hogy ez így van, hogy nem lehet ezt a dolgot úgy elkezdeni, hogy emelyek a valamelyik ki nem mondott márka bevásárlóközpontjába, veszek egy vödröt, egy slaggot, egy mosószert, és megnézem, hogy a nagymamámnak, vagy akinek nincs egy családi háza, ahol kialakítok egy placot, majd kiírom, hogy itt kézzel mosnak. Így tehát van. Nem azt mondom, hogy nincs pénzem a 40 persze, milliós verzióra, persze. hanem hogy én itt nagyon elkezdem. Vigyázok az ön autójára, itt kézzel elkezdem. Mosnak. Ha megoldást keresem, akkor az nem mindig van, föl kell ismerni egyébként, nyilván. Ha nincs, vagy az számomra nem elérhető, de a megoldás keresése biztos, hogy sokkal erre. Ha úgy érzem, hogy van egy jó ötletem, ezt szeretném csinálni, eznek kell, hogy legyen erre igény a világban, akkor ezt föl is lehet általában kelteni. És nem szabad az első akadálynál mindjárt visszafordulni, pontosan. Vagy mindent abba hagyni. Ha jön egy, ugye megyek a csúcsra, ha jön egy kis kő előttem, hát kikerülöm, vagy arrébb rugom, de megyek tovább, megpróbálok följutni a csúcsra, ameddig csak bírom, és ha nem tudtam már végképp följutni, akkor meg keresek egy másik csúcsot. Ebben is egyetértünk. Tehát az is ez egy vállalkozó, ha úgy tetszik, akkor egy nem szerencsés vállalkozó magatartás, aki azt mondta, hogy kitaláltam valamit, és mindenképpen megcsinálom, mert el szokott lenni az, hogy fölemésztem a tudásomat, az energiámat és a vagyonomat, és csak lassabban bukok meg. Tehát az is egy nagyon kemény döntés, ez a képessége rendelkező az ember, hogy bírja a veszteséget eltűrni. Olyan, bizony. Majdnem mindig nincs. Én ezt abban mondatban szoktam mondani, hogy az ember mindenki bemérheti önmagát, de mondjuk tud 8-10-15 újabb döntést hozni egy nap, amit jól át tud gondolni. Azért az üzleti életben 80-at vagy 100-at kell. 100 hibátlant, ha egyszer 15-öt tudok jól átgondolni, nem lehet hozni. Tehát akkor abból lesz 5-6-7, amit elveszít. És hogy tudja, föl tudjam bocsás, dolgozni. Megint telefonban. Hallgassuk meg a telefont, hogy ki telefonál. Halló? Tessék. Jó napot kívánok, Lapka úr. Jó tulajdonképpen napot. Nagyon figyelem a életpályáját, hogy milyen remek vállalkozásai vannak, mennyit szed össze. Csak arról feledkezik meg, hogy mennyi embert tett tönkre az útőrség Kft. Ben például tőlem 1.600.000 forintot tüntetett el 20 évvel ezelőtt. Hát úgy, nem én, biztos, hogy nem én. Hát kíváncsi volnék, hogy ki akkor, mert ön volt annak az útőrségnek a egyik fő embere. Úgyhogy, és amikor a Szamár megjelent, akkor mi nagy szamarak voltunk, hogy hittünk magának. Szóval ez nem így működött, és nem így volt, de én nagyon szívesen elvitatkozom magának erről, és be is számolok vele, hogy mi történt, meg hogy történt. Mindig van olyan vállalat, ami tönkre megy. Nálam is előfordult, hogy olyasmit fogtam bele, ami nem sikerült, ami egyszerűen nem sikerült. Ilyen előfordul. Minden 10 ötlet közül kb. 4 sikerül, és 6 nem sikerül. Csak az a fontos, hogy a 4 sikeres vállalat közül, a 4 sikeres vállalat megkeresi azt a pénzt, ami a 6 ráfizetés. Hát egyébként ez egy picit arra egy válasz, amit az előbb akartam, ugye mondani akartam, hogy
hogy bizony az ember az életpályáján, én azt gondolom, a tieden is így van, az enyémen is hasonló volt, hogy lehet, hogy hogy elbuktunk 8-10 embernek az életkeresetét, de az ötleteink alapján 200-nak, 500-nak tudtunk munkát így adni, van. És kerestük mondjuk 20 embernek az életkeresetét. Nem megy másképpen, tehát nem az a csoda másképpen. Nincsen, a vállalkozás a jövőről szól. A jövő önmagában, mint szó, az ismeretlent, a kockázatot magába foglalja. Az a verzió, hogy biztos, hogy minden döntésem sikerülni. Én azt gondolom, hát legalábbis én biztos nem tartoztam ebbe a szerencsés körbe, de mégis úgy érzem, hogy egy vállalható életpálya van mögöttem, és én azt gondolom, hogy te mögötted is. Hát bizony. Nagyon sok mindent csináltam az életemben, tényleg nagyon sok vállalatom volt, tényleg nagyon sok mindent csináltam, és valóban nagyon sok boldog embert volt a környékemen, ma is. Én ma is 70 embernek adok kenyeret. Hát ugye van egy vezetői magatartás, hogyha az ember munkahelyet hoz létre, mint te, az egy nagyon könnyű dolog, hogy egy munkahelyet, mikor van egy lehetőség, hogy fölvegyek valakit, meghirdetük, jelentkeznek 50-en, utána az egyiket visszahívom, és azt mondom, hogy gratulálok önnek, nagyon szép, örülök, hogy önnel fogok együtt dolgozni, öné az állás. Ez is egy szép magatartás, egy mondat. Megint van egy telefonunk, meghallgatjuk, ki ez. Tessék mondani. Halló. Igen, tessék. Szép jó estét kívánok, boldog új évet kívánok önöknek és a csatorna nézőinek is, a stábnak. Nem hallom. Tessék talán tessék messzebb menni a tévétől. Igen, leérveszem. Vagy lehalkítani, igen. Most tessék mondani. Pánonikó vagyok Budapestről, és szeretettel köszöntöm a urakat. Boldog új évet kívánok önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Most halkítom a tévét. Én ahhoz szeretném hozzászólni, rengetegen most már több millióan nézzük a hatos csatornát, nagyon szeretjük ezt a csatornát, színes és szórakoztató és különböző programokkal és foglalkozik, és ehhez keresnének, vagy segítséget szeretnénk kérni, mint néző, vállalkozó szellemű urakat, akik segítenék a fönnmaradását a hatos csatornának. Ebbe szeretném kéne a Klapka úrnak a segítségét és a többi vállalkozó úrnak ki. Mindent meg fogom próbálni. Vállalkozó szellemű uraknak, vagy hölgyeknek. Hálás köszönettel. Kérem, mindent meg fogom próbálni, hogy fennmaradjon a hatos csatorna. A nézők nevében is nagyon köszönjük szépen. És további jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönjük. Csókolom. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok. Csókolom. Hát gondolom azért erre a legjobb példa, hogy itt vagyunk. Így van. Én erre nem tudok igazán más választani. Az előző gondolatomnak azért az a vége, hogy fölvenni valakit, az egy szép dolog, egy egyszerű dolog. Az a túlvállalkozói, üzletemberi, vezetői magatartás, amikor rájössz, hogyha valakit tartasz, vagy egy folyamatot, egy vállalkozási életben tartasz, vagy egy munkahelyet életben tartasz, akkor az összes többit veszélyezteti. És amikor úgy kell behívni, hogy én szeretem önt, empátiámban, szívesen segítek az elhelyezkedésében, de nem tud itt tovább dolgozni. Ez egy katasztrófa, ez nagyon nehéz, de ha nem hozod meg, lelki probléma. Akkor az egy ember helyett 20 ember veszíti el az így állását, van. Bezárul. Ezek a nehéz döntések. Igen. Én általában, hogyha valakit fölveszek, azt mindig azzal kezdem, hogy amikor azt mondja, hogy mennyit lehet magánál keresni, akkor már nem is tárgyalok vele tovább. Az, hogy mit kell csinálni, akkor ülünk le, és akkor beszélgetünk. És valóban, amikor valakit el kell bocsássak valamilyen oknál fogva, én nekem hetekig borzasztó rossz érzésem és lelkiismert furdalásom van, hogy vajon mit fog csinálni az ember, ha én elbocsátom. Szóval ez egy szörnyű dolog, ilyen sok embernek az élete felett szinte rendelkezni. Ugye ma nagyon nehéz állást kapni, és szóval én... Azért nagyon... mondtam, hogy vállalkozásba belevágni, ahhoz egy reggel fölébredtem, optimista vagyok, megcsináljuk, stb. Az nagyon jó. Azt a döntést meghozni, hogy ezt most abba hagyom, mert helyette egy másikat jól tudok csinálni, ez meg nem fog menni, valamiért ennek nincs ma itt az ideje, ez egy sokkal nehezebb döntés, de nem tudod meghozni, akkor egészen biztos így van, hosszú távon nem leszel sikeres. Meg kell tudni hozni. Ezt is meg kell tudni hozni. És el kell tűrni a veszteségeket is. Ha veszteség van, akkor nem dobok, ha elvesztettem 100 forintot, nem dobok utána még másik 100-at, hogy visszakapja be, mert elvesztettem, azt elvesztettem, megrázom magam, mint a kutya, és keresek egy másik hegycsúcsot. Hát így van, annak a másik hegycsúcsot, annak a gondolatnak volt, hogy a 180 döntés vagy 100-at hoztam, akkor 10 nem lesz jó. És ha 10-et lesöpröm a vállamról, akkor hónap 11 nem lesz jó. Ha föl tudom dolgozni magamba, hogy ez a tanulsága, de le tudok feküdni, aludni, és másnap is tudok hozni 100 döntést, akkor tudom sikerre vinni a dolgokat.
Tökéletesen így van. Hát, nem sok időnk van már hátra. Nem tudom, hogy mit mondjak még a vállalkozóknak, akik vállalkozók, szeretnének vállalkozók lenni. Bármikor, bármilyen kérdést föltehetnek, mindenre szívesen válaszolunk. Minden csütörtökön lesz itt vállalkozói est, mondjuk így. Azért én tennék bele egy üzenetet, ugye én csak ma vagyok a vendéget egész szépen, hogy a vállalkozás akkor szép, ha a környezeted is sikeres, és a családod is, meg a barátaid is megvannak. Tehát, és ezek összehangolhatóak. Én nagyon sok tönkrement olyan vállalkozó életpályát láttam, és ez lenne nekem egyfajta üzenetem, hogy nem tetek róla, reggeltől estig dolgozom, stb. És ezért, ezért ment tönkre a környezetembe a baráti kapcsolatok, a család. Össze lehet azt hangolni. Tehát én, mikor picik voltak a gyerekem, azt mondtam, hogy 4-kor kelek, 7-8-ig abba vagyom, én viszem őket bölcsödébe, óvodába, iskolába, mert a reggelem szabad, hogy mikor érkezem haza, az nem annyira. Hogy hétvégén az elvállalt üzleti programokból egyet legalább olyat választottam ki, ahol el tudtak jönni velem a gyerekeim. Ezek összehangolhatóak azért, bizony. Mert ha nem teszem, akkor egyik oldalon jól érzem magam, de nem lesz hátterem. Nem lesz hátterem. És egy frusztrált életben nem lehet sikeres döntéseket hozni. És valami nagyon fontos. Egy jó háttér, egy jó asszony, aki vigyáz Abszolút. Arra, hogy jó vállalkozó legyek. Ez tényleg nagyon fontos. No, hát következő csütörtökön is lesz itt egy érdekes beszélgetés. Következő csütörtökön majd a reklámról fogunk beszélni. Szintén lesz vendégem, még nem árulom el ki, mert a reklám szakma az egy nagyon érdekes szakma, és jó reklámot csinálni, hát mindenki tudja, hogy a jó reklám az jó reklám, és én tudok jó reklámokat csinálni. Ki mer hozzád eljönni reklámokról beszélgetni? Mindenki ismeri ezeket a reklámokat, ugye? Nagyon őt nézze, stb. Szóval csináltam egy pár jó reklámot, és nagyon szívesen adok tanácsot mindenkinek, hogy kell egy jó reklámot csinálni. Egy reklám nem művészi legyen, egy reklám az eredményes legyen. Adja el azt, amit reklámozni akarok. És ebben én nagyon otthon vagyok. Hát amióta létezik a Klapka cég, azóta jó reklámokat szoktam csinálni. Nekem az nem reklám, hogy zöld a rét, pipacsok nyílnak, kellemes virágillat van, vegyen egy autót. Ez nekem nem reklám. A reklámok valaminek van egy kis, kell valami plusz bele, hogy ez érdemes legyen, és megjegyezzék az emberek. Ezt tudtam mondani a barátaimnak, de a reklámban te sokkal jobb vagy. Tehát ezt tudtam mondani a barátaimnak, hogy ha valami szenzációs gondolatom van, de csak az anyósom tud róla, akkor az anyós híres és nem világhíres. Akkor lesz világhíres, ha azt közkincsé teszem. Ez így igaz. No, szóval nincs több vállalkozó, nincs több letelefonáló, tehát még egyszer a telefonszám 269-0386, tehát jövő hét csütörtökön is várjuk a telefonokat, tehát még egyszer 269-0386. És várjuk a kedves közönséget, tessék bekapcsolni jövő héten is a csütörtökön este, főleg csütörtökön este a televíziót, a hatos csatornát, mert a hatos csatornán megint mi leszünk, új vendéggel, új témával, és én remélem, hogy ez érdekes lesz ez a téma, az új téma is, amit majd jövő héten fogunk felvetni, hiszen a reklám nélkül nem élet az élet. Úgyhogy a reklám az nagyon fontos, és ebbe a jövő heti adásba nagyon sok szó fog esni a jó reklámról. Én nagyon szépen megköszönöm Palotás úrnak a közreműködését. Mi elég régóta ismerjük egymást, elég sok beszélgetést folytattunk már, és elég sok sikereket is értünk el az életbe, ő is és én is. Úgyhogy, és elég sok mindent csináltunk már. Pontosak ez. Azért ugye ma este is, én biztos vagyok benne, hogy az országban 10 000-ek vannak, akik úgy fekszenek le, hogy most 49% esélye az, hogy megcsináljak valamit, ne csináljam meg, Persze. és 51, hogy megcsináljam, vagy 49, hogy megcsináljam, és 51, Persze. hogy ne. Ha egy-egy ilyen beszélgetésben az jött ki, hogy néhány százan az hozzáteszik azt a 2%-ot, hogy csináljuk meg, azok vágjanak bele holnap reggel. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a nézőknek, és jó éjszakát kívánunk!